Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Legyen úgy, mint régen volt, mondja a nóta, és egy kicsit tényleg úgy van, hiszen Kosta József átlátogatott néhány hétre Szentesről, a szentesi tanyavilágból Hódmezővásárhelyre. Régen is így volt ez, ahogy hallottuk. Amikor végig sétálunk majd itt a tárlaton, és megnézzük a képeket, akkor utána, egy kicsit később kérdezzük meg azt, hogy ki is mondja meg, hogy mi az, hogy érték, és mi az értékes. Mihez mérjük azt, amit mi értékesnek tartunk? Mi a mérce? Ki mondja meg, hogy mi a mérce? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg bennünk, no nem akkor, amikor Kosta József egy-egy képét szemléljük, hanem majd csak utána, vagy előtte, amikor az életmű egészéről gondolkodunk. Annak művészettörténeti értékéről és művészettörténeti értékeléséről, annak helyéről a magyar festészet történetében, az európai festészet történetében 70 évvel ezelőtt és ma, és ki tudja talán holnap. Ha egy Kosta kép előtt állunk, akkor semmi esélyünk ilyen típusú töprengésekre, és nem is ajánlom senkinek, hanem akkor arra van esélyünk, hogy megrendüljünk, hogy felismerjünk valamit, hogy ráismerjünk magunkra, akkor esélyünk van a megtisztulásra, a katarzisra. Annak a magyar őserőnek a megérzésére, mely ennek az erdélyi, mészáros és földműves családból származó férfinak a képeiből árad. Megrendülni nem csak a színek tobzódásától, a szenvedélyes kolorizmustól, felismerni, hogy itt valami nagy dolog történik. És ennek a nagy dolognak köze van hozzánk, köze van hozzám. Önmagunkra ismerni. Mi vagyunk ők, akik a képeken vannak. Mi vagyunk ők. Mi vagyunk az Alföld földművesei, a paraszmadonnák, ez a mi földünk. A mi fáink, a mi kukoricásunk, a mi bőségünk, a mi szűkösségünk, a mi fáradtságunk és kiszolgáltatottságunk és a mi méltóságunk. Ez a mi földünk. Nem csak azoké, akik itt éltek úgy 100 évvel ezelőtt, vagy ma élnek itt, hanem ez az erdélyi magyarok földje is, meg a délvidékieké, meg akik Pannóniából ide átlátogatnak a Barbarikumba, hogy államtitkár úr szokta mondani, sőt még a felső magyarországi magyaroké is, ahonnan én érkeztem. Akkor is a miénk ez a föld, ha soha nem éltünk itt. A miénk, és ezt megtudhatjuk Petőfitől, megtudhatjuk Juhász Gyulától, megtudhatjuk Munkácsitól, megtudhatjuk Tornyaitól, és megtudhatjuk a muzsikásoktól is, és bizony megtudhatjuk a Brassóból jött Kosta Józseftől. Ez az, ami számít. Ez a mérce. Aki minket szólít meg, aki nekünk adja azt, ami a miénk, aki kifejez bennünket, az érték. Ő érték, ő mindennél értékesebb művész ember számunkra. Kosta József megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk, vagy ha modern magyarok tiltakoznak, akkor mondjuk azt, hogy talán azt, hogy kik voltunk, vagy még inkább, és bízom benne, hogy ebben egyetértünk, Kosta József azt mutatja meg nekünk, hogy miből is lettünk, hogy kikből lettünk mi mai magyarok. Kiknek az ereje, kiknek a szépsége, kiknek a gondja munkál bennünk. Hogy honnan van az erőnk, ha van. És ha nincs, ha fogyóban van, ha elfogyóban van ez az erő, akkor honnan vehetünk? Ezektől a magyaroktól, ettől a magyartól, Kosta Józseftől. És azt is megmutatja nekünk, hogy kik lehetnénk mi magyarok újra és újra. Megmutatja, hogy mit jelent a föld. 3-szor próbált földet vásárolni, 1-szer sikerült bérelni, és 2-szer vásárolni ott Szentes környékén a tanyavilágban, azért, mert tudta, hogy föld nélkül anyátlanok vagyunk, föld nélkül hontalanok vagyunk. Ez a föld gond, ez a föld öröm, ez nem változott semmit az elmúlt 100 évben,
sőt most a 21. században talán még hangsúlyosabb a mi földgondunk, a magyar földgondja. És mégis, milyen különös, 60 évet vártak a hamvai Kossza Józsefnek, míg a magyar alföld, a szentesi temető befogadhatta őket. Tőle tudjuk, hogy mit jelent a föld, tőle tudjuk, hogy mit jelent az ég, tőle tudjuk, hogy mit jelent az alföldi nap. Vannak olyan festők, írja Pablo Picasso, akik a napot sárga folttá alakítják át. És vannak mások, akik nappá alakítanak át egy sárga foltot. Nem kérdés, hogy Kossza József melyik csoportba tartozik. És ez már lehet az úgynevezett, visszatérve a kiinduló gondolathoz, hogy mi az érték, mi az értékes, ez már talán lehetne, hiszen mégiscsak Picasso mondta, ez már lehetne egy európai mérce, hogy sárga folt vagy nap. Hiszen van ilyen is, persze, van európai mérce is, és ez is fontos, még akkor is, ha csak másodsorban. A műértők, a műgyűjtők, a galériák vásárlásai mutatják, hogy mi az éppen aktuális európai érték. De a múlt héten megnyitott önarcképek gyűjteménye, amit Firenzéből hoztunk Budapestre, az Uffizi képtárból, és amelyik egy több száz éves hagyományra épül, hogy a kor mindig az aktuális kor legnagyobb festőit fölkérte az Uffizi képtár, hogy fessék meg saját magukat, és ajándékozzanak egy példányt Firenzének, ennek a képtárnak. Ez a kiállítás, ez egy kicsit intő is, hiszen 23 magyar önarcképe található ebben a képtárban, és a többségüket ma már alig ismerjük, mert hát divatok is vannak. Kossza József alkotásai számos külföldön rendezett jelentősebb kiállításon szerepeltek annak idején, komoly díjakat nyertek sajátos nemzeti karakterükkel. Elismertségük akár arról is árulkodhat és árulkodik is, hogy a természeti és emberi értékek egyszerre nemzeti sajátosságok, és ugyanakkor univerzálisak, időtlenek. A divatok persze változnak. Ma Európában, vannak akik ezt jobban értenek, mint én, majd elmondják, ha gondolják, ma Európában ez a festészet nem feltétlenül divat, ami nem baj. Van ilyen. Ha már bajt keresünk egyáltalán, akkor az inkább baj, vagy mondjuk így, inkább hiányosság, hogy 1948 óta Kossza Józsefnek nem volt Budapesten gyűjteményes kiállítása. Hiszen ha azt akarjuk, hogy mások, hogy kik ezek a mások, értékeljenek bennünket, akkor nekünk kell magunkat először értékelni. Ez a kiállítás azt is üzeni, megmutatni magunkat saját magunknak. Mindaddig, amíg Budapesten nincs Kossza Józsefnek egy ilyen gyűjteményes kiállítása, addig Hódmezővásárhely, Magyarország kulturális fővárosa, ennek megvan a hagyománya, és ez a hagyomány újraélett az elmúlt évtizedben. Úgy gondolom, hogy azok, akik itt vannak, ezt tanúsíthatják. Megmutatni a világnak azt, ami a miénk, akkor tudjuk, hogyha tudjuk, hogy mi a miénk. És ha megmutatjuk, akkor kiderül, hogy az, ami a miénk, az éppen ezért, nem ennek ellenére, hanem éppen ezért egyetemes. Mert nincs semmi olyan, ami egyetemes és univerzális, ami ne lenne sajátos, ami ne lenne valakié, amelyik nem a lokális tradícióról szólna, a helyi identitásról. Minden érték tartozik valahová. Minden értéknek van földje, minden értéknek van közössége, minden értéknek van embere, akkor lehet csak egyetemes. Ez, hogy egyetemessé váljon az, ami a miénk, ez a magyar kulturpolitika feladata, és a magyar kultúrdiplomácia feladata is. Hogy nehogy már fordítva legyen, hogy Európából mondják meg nekünk, hogy vannak nálatok ilyen és olyan értékek, még eddig észre se vettétek. Van csontvárink, van kosztánk, van tornyaink, van muzsikásunk, csak föl kell ismerni, csak meg kell mutatni. És akkor, ha akarjuk, a magyar alföld akár a világ közepébe is válhat, nekünk már most is az. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves miniszterasszony, igen tisztelt miniszter úr, polgármester úr és az emberi, valamint isteni erőforrások minisztere. Komoly kihívások elé állította az ember fiát, hogy Kossza mester műveinek kiállításán utánuk szólva mégiscsak mondjon valamit,
ami szerény, mértéktartó emléket hagy a jelenlévőkben. Három dolgot szeretnék mondani, nem visszaélve a türelmükkel, amely nyilvánvaló véges, hiszen azért jöttek, hogy a több mint 100 műalkotásban gyönyörködjenek. Először is szeretnék néhány dolgot megköszönni, szeretnék köszönteni is néhány vendéget, és természetesen illenék, hogy néhány mondattal hozzájáruljak ahhoz, hogy vajon miért is fontos manapság Kosta József életműve. Először is szeretném köszönteni azokat, akik a kiállítás rendezőinek meghívását elfogadva itt vannak ma velünk, nem csak hódmezővásárhelyiek, nem csak szentesiek, hanem azok is, akik az Alföldről származnak, innen vagy a környékből, és azok is, akik az Alföld szerelmesei, tisztelői, akik ennek a kultúrának, ennek a tájnak tisztelői, illetve vállalják ezt a közösséget. Nagy dolog ez nekünk, alföldi embereknek, hiszen a magyar kultúrában, a magyar kultúrtörténetben folyométernyi irodalma van Pannonia és Barbarikum szembenállásának, a kurucok és a labancok szembenállásának, könyvtárnyi irodalma van annak, hogy vajon az alföldi kultúra a török hódítás után, ne ijedjenek meg, nem ott kezdem, és gyorsan el fogok jutni 2014-ig, hogy vajon a török hódítása után és a kulturális pusztulás után a 18. században és a 19. században, a 20. század első felében képes volt-e valamivel hozzájárulni ennek az országnak a tartásához, önbecsüléséhez és a nemzeti kultúrához. Ezért fontos az, hogy ma sokan eljöttek, és azt remélem, hogy a kiállítást sokan megtekintik, hiszen számunkra, alföldi emberek számára, síkvidéki emberek számára, a hegyvidékiekkel szemben nagyon fontos az a határtalan érzés és az a határtalanság, amelyet Kosta József ragadott meg legjobban ezeken a képeken, és amely távolba tekint, előre néz, ugyanakkor merengő alkat, és mégiscsak próbálja a helyet és a tájat értelmezni és értékelni. Szeretném megköszönni azoknak, akik hosszú évek óta több-kevesebb sikerrel, de támogatják az alföldi mezővárosok próbálkozását, hogy az Alföld kulturális városai, kulturális centrumai lehessenek. Szeretném megköszönni a szentesiek nevében is azt a támogatást, amelyet a Művészeti Akadémia elnöke, Fekete György elnök úr nyújtott az elmúlt időszakban, akit tisztelettel köszöntök körünkben, nyújtott azoknak a törekvéseknek, amelyek akár a kortárs képzőművészetet, akár az előttünk járókat illetően megpróbáltak értéket teremteni. És szeretném megköszönni Naszali György államtitkár úrnak, az állami kassa őrének, szigorú őrének, hogy nagyvonalúan áldozott a magyar kormány ezeknek a törekvéseknek a bemutatására és az értékek megörökítésére. És végül szeretnék néhány mondatban valóban szólni arról, hogy Kosta miért is fontos nekünk. Nem csak azért, mert az alföldi ember mindig hátránnyal indul, nem csak azért, mert nekünk ez a határtalanság, ez a határtalan érzés, ez a megfoghatatlan semmi, ahogy Tornyai János nevezte, egyben feladat, felelősség és természetesen kihívás is. Síkvidékről, szíkes vidékről nehezebb az embernek előre jutni. Ezért vagyok nagyon büszke arra, hogy ennek a kiállításnak nem csak a város, nem csak a kulturális kormányzat, hanem nagyon sok művészettörténész és nagyon sok műpártoló, műértő és műgyűjtő a támogatója. Annak örülök leginkább, hogy az elmúlt 20 esztendőben sikerült az alföldi származású vásárhelyieket, környékbelieket büszkévé tenni arra, hogy ők alföldi emberek. Nincs mit szégyelni rajta, sőt, fölemelhetik a fejüket. Így aztán Kovács Gábor különös dolgot alkotott, amikor mellé állt törekvéseinknek, néhány kilométerre született innen Gábor, Kakasszéken, egy néhány tucatnyi lakosú település részen, és vállalja ennek a múltnak az örökségét, vállalja ezt az alföldi hagyományt, és gyűjteményének bemutatásával, mecénási tevékenységével törekvéseinket folyamatosan erősíti. Külön köszönöm neki, hogy a mai nap egyik fő szervezője, szponzora lehetett. Köszönöm azt is Fertőszögi Péternek, hogy nem csak kiállítást rendezhettünk, hanem egy fantasztikus könyvet is kezükbe adhatunk az érdeklődőknek, és külön köszönöm Szinyei Merse Annának, hogy vállalta főkurátorként ennek a hódmezővásárhelyi tárlatnak a megnyitását, illetve a megrendezését és a megalkotását. Nagyon érdekes dolog az, hogy egy hegyvidéki ember
csángó székely szülőkkel 1911-ben idejön a Berekhátra, Szentes mellé, egy tanyára, egy nagyon kicsi tanyára, a nagy Sömmi közepére, ahogy Tornyai mondta annak idején. És 1917 és 1948 között a korszak ízlésének formálója, befolyásolója, és mindannak a megfogalmazója, amit Alföldnek nevezünk, amit alföldi érzésként ma is érezhetünk. Mi magunk nem voltunk képesek ennek a kifejezésére, Koszta József segített nekünk ebben. Ez a segítség azonban nem csak tartást adott és önbecsülést, a 20-as, 30-as, 40-es években mindenkinek, aki alföldi ember volt, hanem európai színvonalon, sőt világszínvonalon mutatta be ennek a tájegységnek, ennek a kultúrtájnak és ennek az emberi közösségnek az értékeit. Koszta volt az egyedüli művész, aki képes volt ennek a tájnak a lényegét úgy megragadni, hogy az Chicagóban, Firenzében, Stockholmban, Budapesten egyaránt érezhető és érthető volt mindenkinek, aki képeit csodálhatta a 20-as, 30-as, 40-es években. Isten adta tehetsége van, hogy hegyvidéki emberként megértette a szűkszavú alföldieket, megértette a szűkszavú szentesieket és vásárhelyeket, és képes volt az értékeiket kifejezni. Én abban szeretnék szövetséget kérni mindazoktól, akik Koszta József életművének ismerői, tisztelői, gyűjtői, a mű bemutatásának támogatói, hogy ne csak Hódmezővásárhelyt és az ide látogatókat boldogítsa ez a kiállítás, mert amit látnak magyar érték, amit látnak hitünk és meggyőződésünk szerint, mi alföldi emberként úgy gondoljuk, hogy európai érték is, sőt a világ egyik legértékesebb dolga. Ahhoz hívunk szövetségeseket, hogy ezt vállalják, merjék bemutatni, és büszkék legyenek rá. Köszönöm szépen, hogy Hódmezővásárhely mellett állnak, köszönöm szépen, hogy az Alföld mellett állnak, ami mindannyiunknak nagyon fontos, hiszen ma sem könnyű Pannoniával versenyre kelni, és azt is köszönöm, hogy ennyien ma eljöttek, és szeretetükről és barátságukról biztosították szülővárosunkat, és támogatják törekvéseinket. Köszönöm, hogy meghallgattak.